Beperli a DK a Magyar Péter által szervezett tüntetésen felszólaló szigetszentmiklósi polgármestert. Nagy János a demonstráción azt mondta, Jószai Attila DK-s képviselő gyakran látogatja Kövér Lászlót szigetszentmiklósi házában. A párt hangsúlyozta, ez nem igaz, képviselőjük nem csak hogy soha nem járt Kövér László házában, de soha életében nem is beszélt vele. Vendégünk Jószai Attila. Szigetszentmiklós volt DK-s alpolgármestere. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük az elején, majd a perről egy kicsit később. Szombaton a tüntetésen Nagy János polgármester arról beszélt, hogy 2009-ben hivatalba került civil polgármesterként, első kézből látta azt, hogy milyenek is a jelenlegi politikai pártok, mert azt hitte, hogy le fogják tudni váltani a Fidesz kiskirályait, de megválasztása után éppen egy DK-s képviselő akarta rávenni arra, ami ellen ő tulajdonképpen elindult a választáson. Ugye ezt a történetet azért mesélte el, hogy a Fidesz, a DK és az ellenzék hogy egészítik egymást, és hogy függ össze, nincsenek itt oldalak Magyarországon. Ezek ugyanazok, mondta ő. Ön mikortól vagy mióta dolgozik az önkormányzatnál? Pontosítok, mert nem 2009 óta polgármester Nagy János szerencsére, csak 2019 óta. Ahhoz képest, bocsánat, az rosszul mondom. Lehet, hogy nem ő mondta így. Ahhoz képest egyébként 2019-ben, amikor ő polgármester lett, 2022-re már a Fidesz-szel állt össze Szigetszentmiklóson. Erről beszámolt az akkori sajtó is nagyon sok helyen lehetett olvasni. Gyakorlatilag egy olyan puccsot követtek el, amivel nek a révén Momentumosokat, DK-sokat, MSZP-seket és civileket, nagyon fontos, hogy civileket raktak ki bizottságokból, szakbizottságokból, felügyelő bizottságokból, és hogyha jól emlékszem, talán a színpadon arról is beszélt, hogy civileket az önkormányzatban, miközben ezt megelőzően alig 2 évvel ő maga rak ki fideszes együttműködéssel egy 500 civilt szakbizottságból, talán többet is, illetve a felügyelő bizottságokból. Egyébként határozottan cáfolja, azt is elmondom a rendkedvéért, hogy őt is hívtuk a műsorban, és egyelőre nem jelzett vissza, hogy jön a Voxba vagy nem. Ő azt mondja, hogy soha nem ment bele a politikai zsarolásba, és abba sem, hogy a belváros füstös szobáiból tudja meg, hogy neki tulajdonképpen mit kellene csináljon, vagy mit ne csináljon, és őt sorra kapta a fenyegetéseket, hogy ha nem áll be a sorba, akkor le fogják járatni a DK részéről. Érkezett ilyen megkeresés a polgármesterhez, vagy nem érkezett? Senki nem fenyegette. Ezek neki a fixe ideái, hogy őt fenyegeti valaki. Egy konkrét példán keresztül tudom ezt elmagyarázni. Az, hogy helyben az összefogás, az ellenzéki képviselők mondjuk egy olyan beszerzési eljárást kérnek, amitől minden eljárás nyílt lesz. Bárki pályázhat rá, nem 3 boríték, ami beérkezik postán vagy e-mailen, nem így jönnek be azok a cégek, akik nálunk dolgoznak, mi ezt kértük. Ez az ő esetében például, az ő fogalmazása, ez zsarolás, mert hogy nehogy már úgy tudjon ő dolgozni, ahogy egyébként mi diktálnánk azt. És ez diktálásnak érzi. Szóval alapvetően, amikor ezzel a korrekt választási programunkkal szembefordult, nem volt más útja, csak az, hogy a Fidesz felé forduljon. Ez mikor történt? Ez egy éve, 2 éve indult ez a konfliktus? 2022-be fordult a Fidesz mellé, és 2022-től váltotta le a civileket, illetve az ellenzékieket a szakbizottságok élére. Ön azt mondja, ugye, hogy pucskísérlet, nem kísérlet, pucs, amit ő egyébként tagad, ő meg azt mondja őre, hogy karaktergyilkosságot akar végrehajtani, és egyáltalán nem igaz, amit mond. Én nem ordítanék egy színpadon a politikai ellenfelemről. Nagyon sok szigetszentmiklósinak egy komoly csalódás volt. Tehát, hogyha benne ekkora indulat van az irányomban, ne a városomat megint negatív hírben, ne hozza egy országos sajtóba. Nagyon csalódott vagyok. Én ezt az embert támogattam, nem csak én, többen támogattuk. Nagyon sokan dolgoztunk vele. Nagyon 2019-ben nyilván a kampányidőszakra gondolok. Nagyon sokan csalódtak benne. És gyakorlatilag ő most egyik ellenzéki párt sem támogatja. Ugye a DK-nak, az LMP-nek, az MSZP-nek, Párbeszédnek közös polgármesterjelöltje van, őt Kocsis Évának hívják, illetve a Momentumnak is külön polgármesterjelöltje van. Nem véletlen, hogy elhatárolódik tőle mindenki az elmúlt időszakban úgy, hogy ő még a tegnap a szombati megjelenését megelőzően, még tavaly ősszel is a DK-tól kért közvetítőn keresztül logót magának támogatásként. Mert az önkormányzati választáson. Nyilván gondolom, hogy újra fog indulni, sőt már be is jelentette talán igen, hogy újraindul a választáson. És akkor külön van ellenzéki jelölt, sőt, ha jól veszem kezdve, hogy volt több ellenzéki jelölt, és mögötte nincs ellenzéki támogatás? Nagy János mögött tudomásom szerint semmilyen ellenzéki támogatást nincsen. Tehát, hogyha a mai pártokat nézzük, akkor egyik sem támogatja. Ön indul a választáson? Nem.
mert egyébként azt is mondta, nem most mondta Nagy János, még a Magyar Narancsnak akkor, amikor összevesztek és ő lemondott, hogy ő minden párt képviselőjével, aki bejutott az önkormányzatba, együtt tudott dolgozni a város érdekében, és egy pártnak sem a tagja, mármint ő Nagy János, ön viszont igen, mert ön volt a Fidesz tagja, volt az MSZP helyi elnöke, volt DK-s, és hogy igazából ön az, aki az aktuális érdekei szerint váltogatja a pártokat. Nem voltam DK-s, DK-s vagyok egyébként. Tehát alapvetően, amire a polgármester céloz itt ebben a történetben, az megint ugyanarról szól, hogy egyébként ő polgármesterként, ha megválasztják, akkor neki nem kötelezettsége együttműködni egy frakcióval. Pedig ez egy teljesen normális dolog, hogy együttműködünk. Ami problémás volt, és ő ezt érzi esetlegesen támadásnak, az az, hogy mi nem akartunk belemenni azokba a beszerzési eljárási rendszerekbe, aminek a révén ő saját haveri körét hozta rendszeresen helyzetbe. Már 2019. decemberében a személyes barátja nyerte meg a következő évre a közút karbantartási munkálatokat, ez ilyen 100 millió forintos összeg. Amikor viszont határozottan arra kértük, és ugye itt egy pandémiás időszak volt, ne felejtsük el, amikor a polgármester saját hatáskörében döntött, tehát nagyon kevés olyan intervallum állt rendelkezésünkre, amikor mi szerettük volna érvényesíteni a választási szándékunkat, az ígéretünket. És ez ilyen időszakban sikerült elérni azt, hogy nyílt közbeszerzési eljáráson választottuk ki a útkarbantartást, akkor nem is az a cég nyert. Tehát nála ez egy rendszeres, visszatérő probléma. De most akkor nincs mögötte többség, mert semmi. Azt mondja, hogy már mindenki ki hátrált. Sem, hát a néhány korábban bejutott képviselő még mellette szavaz, talán kettő, ebbe vagyok biztos, illetve a Fidesz hol itt szavaz, hol vele szavaz, hol máshogy szavaz, gyakorlatilag nem lehet azt mondani, hogy bármiféle egység lenne jelen pillanatban az önkormányzat. Hány jelölt van most, akiről nem tudom pontosan, bejelentve? Nem tudom pontosan. A DK kit támogat, azt tudom. Kocsis Évát támogatjuk, aki egy helyi civil egyesület, az MSZP, az NMP és a Párbeszéd polgármester jelöltje. No, hát várjuk egyébként Nagy Jánost is, köszönöm, hogy itt volt és elmondta az önverzióját, majd lehetséges, hogy ő is elmondja, egyelőre nem állt a rendelkezésünkre. Köszönöm szépen, hogy itt volt.